Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Nagy Attila Tibor politikai elemző. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadjuk. Jó napot kívánok, üdvözlöm Király úr. Vannak friss közvéleménykutatási adatok, ezzel kezdenénk. Több mint 10%-ot zuhant a Fidesz támogatottsága a biztos pártválasztók körében az éveleje óta. Ezt méri a Závec közvéleménykutató, és ebből az derül ki, hogy még mindig a Fidesz a legerősebb párt, viszont nagyon érdekesek a számok. Talán érdemes is lenne ezeket megnézni. Ugye mindig nagyon nehéz közvéleménykutatásokból kiindulni, mert aztán a választások rendre rácáfolnak arra, de ebből az derül ki, hogy a választókorú népesség 25%-a támogatja a Fideszt, ez 2 millió szimpatizánst jelent, és tudjuk azt, hogy hát volt ez 3 millió fölött is még 2022 környékén. Mi történt az elmúlt időszakban? Valóban más közvéleménykutatók szerint is nagyon zuhant a Fidesz népszerűsége 2022 áprilisához képest. Ugye a Závec a biztos pártválasztók körében mindössze 34%-ra méri a Fideszt. Az én miközben például a kormány közeli nézőpont meg 45% fölé méri. Elég nagy a különbség. Igen, igen, pont ezt akarom mondani, hogy borzasztóan kiugranak a számok. Meg kell, hogy mondjam, hogy szélsőségesen különböznek egymástól. Az biztos, hogy valamennyit csökkent a Fidesz népszerűsége. A nagy kérdés az, hogy mennyivel. Azért gondolom, hogy biztos, hogy csökkent a Fidesz népszerűsége érdemben, mert nem sikerült jól eddig a kormányzásuk az, ebben az új ciklusban, tehát 2022 áprilisa óta. Magas volt jó ideig az infláció, az élelmiszerinfláció 40%-ot ért el, csökkent az életszínvonal, az állam az egyik téli időszakban arra nem volt képes, hogy az intézményeit rendesen felfűtse, az uniós pénzek nagy részét sokáig felfüggesztették, visszatartották, ami további nehézségeket okozott az országnak. Tehát azt akarom mondani önnek, hogy bizony sok probléma vetődött fel ebben a kormányzásban az elmúlt két évben, jóval kevesebb volt a sikerélmény. Az, hogy 2023-ban nem zuhant be a Fidesz népszerűsége, szerintem két dologra vezethető vissza. Egyrészt azért voltak közérzetjavító intézkedések, más például országbélet, vármegyebélet a MÁV-nál. Másrészt a elégedetlen szavazók jelentős része nem igazán látott valós kihívót. Tehát a sok-sok ellenzéki párt között szerintem a legtöbb ember nem vagy csak alig tud eligazodni, legfeljebb azok tudnak ezzel megbirkózni, akik aktívan követik a politikát, de szerintem még ők sem láttak olyan valós kihívót, aki eséllyel le tudja váltani Orbán Viktort. Ez változott meg, vagy ez látszik megváltozni Magyar Péter megjelenésével. Tehát Magyar Péter kihívást intézd az ellenzék felé, kihívást intézd a kormánypártok felé. Olyan nagy volt a berobbanása. Az emberek milyen kisvárosokban is szép számmal megjelennek a gyűlésein. Elképesztő felfokozott hangulat van Magyar Péter körül. Tehát ő, neki van erre arra esélye, hogy a Fidesszel szemben elégedetlen választópolgárok jelentős részét egybegyűjtsem, és ez is okozhatja a Fidesz népszerűségének a csökkenését. Arra is hadd utaljak azért még röviden, Király úr, hogy az én véleményem szerint nem könnyű ma mérni a választópolgárok hangulatát, két okból biztos nem. Az egyik az, hogy borzasztóan turbulens a magyar politika mostanában. Ez az európai parlamenti választás sokkal izgalmasabbá vált, mint ahogy akár még januárban is gondoltuk volna róla. A másik pedig az, hogy a Tisza párt, illetve a Magyar Péter elleni nagyon kemény lejárató kampány, én még azt is el tudom képzelni, hogy akarnak választók, akik jobbnak látják, hogyha nem vallják be a valós pártszimpátiájukat, és inkább rejtőzködnek. És aztán, bocsánat, eszembe jutott még egy harmadik, tudva levő, hogy a pártok azért szoktak
megbízásokat adni közvéleménykutató cégeknek, és ugye a nagy kérdés az, hogy a megbízott cég mennyire tud elvárni a párt a megbízó vélt vagy valós elvárásának, és mennyire próbálja úgymond megszépíteni az eredményt. Ez is lehet egy probléma. De az biztos, hogy ahogy minden egyes választás idején a közvéleménykutató cégek is vizsgáznak, én egyébként az elmúlt 33 évből a Medián tartom a legjobb és a legmegbízhatóbb közvéleménykutató cégnek. És egyébként általában Hanendrékkel is szokták nagyjából találni hiba határon belül, hogy mi lesz a választás eredmény. Bár 2022 országgyűlési választásoknál megemlékezhetünk, hogy ott még nekik sem sikerült annyira. És én beszélgettem akkor Hanendrével, azt mondja, hogy most már a mérési módszerek egyszerűen nem működnek úgy, mint korábban, tehát a telefonos módszer például nagyon nehéz, nagyon kevesen veszik fel a telefont, stb. Ugye, hát lehet, hogy ezért volna érdemes visszatérni a személyes megkérdezésre. Csak ennek valószínűleg anyagi vonzata van, ugye volt Covid is, tehát van még egy ilyen nevétség, tehát érdemes azért némi kritikával fogadni a közvéleménykutatási adatokat. Nekem nagyon drasztikusnak tűnik az Avesznek azon mérése, hogy a Fidesz a biztos pártválasztói körben már csak 34%-ban van, és megmondom őszintén, eléggé meglepő, hogy akkor, amikor Magyar Péter valamennyi ellenzéki pártól többé-kevésbé vesz el szavazót, akkor a demokratikus koalíció bőven 20% felé menne. 22-re mérő ugye az Závet, és 13-ra a Nézőpont intézet. Nagyon érdekes a DK-s. Igen, tehát itt nagyon kilengenek a számok. A demokratikus koalíció Magyar Péter megjelenése előtt legtöbbször nem tudta elérni még a 20%-ot sem. Most nem logikus, hogy amikor megjelenik Magyar Péter, akkor és tényleg rabol az ellenzéki pártoktól szavazókat, akkor a demokratikus koalíció még növekedni is tud. Tehát én ezt nagyon furcsának tartom, annak ellenére, hogy az igaz, hogy a Magyar Péter alapvetően inkább a Momentumtól, bizonytalanoktól, kutyapárttól csábít el szavazókat, de hogy a DK ennek ellenére nőni tud, az fura. Egy biztos, abban egyetérthetünk Závesz Tiborral, mert ő ezt azért becsületére legyen mondva elmondta, hogy még jócskán változhatnak az eredmények, ráadásul ez ugye majdnem 2 héttel ezelőtti felmérés, tehát amikor elkészült, és talán még abban is egyetérthetünk vele, hogy sokan nagyon meg fognak lepődni ma június 9-én este a választás éjszakáján. Én azt gondolom, hogy akár politikai földrengés is bekövetkezhet abban az esetben, hogyha Magyar Péter vezette Tisza pártnak, sikerülne mégis az ellenzék élére állinnia, tehát hogyha Magyar Péternek sikerülne első helyezést elérni az ellenzéki pártok között, tehát hogy Magyar Péter pártja, a Tisza párt lenne a legnagyobb ellenzéki párt, mert onnantól kezdve másként kell majd szemlélnünk a magyar politikai életet, mint az elmúlt 14 évben. Lát erre realitást? Látok. Határozottan látok realitást, és ez már nem is a közvéleménykutatási adatokon alapul, hanem azon megérzésen és tapasztalaton, amit sorra az országban lehet látni, Magyar Péter pártja iránt van a legnagyobb lelkesedés, legalábbis az ellenzéki szavazók körében. Tehát, hogyha az ember megnézi mondjuk Dobrev Klára fórumait, jóval pegyhüttebb az érdeklődést, kevesebben szoktak elmenni. Tessék megnézni tegnap este Pécset, több ezer ember, ha jól láttam, szinte teljesen megtöltötte a város főterét. Dobrev Klára gyűlésein közel nem megy el ilyen sok ember. Tehát én azt látom, bár önmagában az, hogy egy-egy politikus gyűlésére hányan mennek el, még nem mondja meg önmagában természetesen, hogy hány szavazót fog majd végső soron június 9-én kapni. De a hangulat azért mindenképpen Magyar Péter mellett szól, tehát
ő sokkal inkább tudja lelkesíteni a szavazókat, mint bárki más. Azt is látható, hogy Magyar Péter aláírásgyűjtő pultjainál szokott olykor sorban állás lenni. Ez sem mondható el mindegyik ellenzéki pártról. Tehát nekem azért az a benyomásom, hogy Magyar Péter iránt sokkal érdeklődőbbek a választópolgárok, mint akár Dobrev Klára, akár a Jobbik, akár a Momentum, és akármilyen más ellenzéki párt felé. Ez azért inkább arra utal, hogy Magyar Péternek van esélye megszerezni az ellenzék vezető szerepét, de hozzá kell tegyem, hogy ezt a megérzésemet egyelőre egyetlen egy más közvéleménykutató cég sem támasztja egyértelműen alá. A Republikonnak volt egy olyan mérése még korábban, amely szerint fej-fej mellett halad a Demokratikus Koalíció és Magyar Péter pártja. Ugye magyar, nem tudom, hogy melyik cégtől, de olyan közvéleménykutatási adatokat lobogtat, amelyek szerint már ő a vezető erő. Az igazság pillanata el fog jönni, de én nem tartom eleve légből kapottnak, hogy Magyar Péter az ellenzék élére kerül. Ezért viszont még sokat kell dolgoznia. Én azt gondolom, hogy meg kellene szólítania még hangsúlyosabban a baloldali szavazókat, mint hogyha elment volna ilyen irányba, hiszen most már a családi pótlék felemeléséről is beszél több ízben. Ez mondjuk a baloldali nehéz helyzetben lévő szavazók felé egy pozitív gesztus. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Emlékeztetünk arra, hogy annak idején a Momentum ugye a Nolimpia kampánnyal robbant be, és a semmiből hirtelen felkerült a térképre, és akkor például 2019-ben két EP mandátumot is szerzett. Most meg, mintha egy kicsit nehezebb helyzetben lennének, meg talán mintha egy kicsit légüres térben lennének azóta, hogy beálltak az ellenzéki összefogásba. Itt merül fel Magyar Péter esetében, hogy ugye ő is berobbant a közéletbe. Látjuk azt, hogy a saját jogon is tud EP mandátumokat szerezni, hiszen kijelenthetjük, hogy erre abszolút van esélye. De ugye nagy kérdés, hogy mi lesz 2026-ban. Például, hogyha tényleg ő lenne a legerősebb ellenzéki pártnak a vezetője, akkor mi a helyzet az ellenzéki összefogással, akkor mennyire kell beállnia neki is egyfajta sorba, és mit hoz a jövő? Mert nyilván most még van egy újdonság, de ez az újdonság előbb-utóbb elmúlik. Mi lesz akkor? Először nézzük meg a Momentum és Magyar Péter összehasonlítását, amire ön a kérdés első felében utalt. Én ezt annyiban nem tartom megalapozottnak, hogy a Momentum azért nem tudott olyan jól berobbanni a magyar nyilvánosságba pár hét alatt, mint Magyar Péter. A Nolimpia után a Momentumnak nem volt újabb olyan ötlete, amelyen felrázta volna a nyilvánosságot. Magyar Péternek viszont folyamatosan van, illetve a csapatának. Most ugye az egyik legújabb az állítólagos női szemüveg, a rendkívül ügyes kommunikációs ellencsapással feladta azt a szemüveget Licitre, amelyből az összegből majd debreceni nehéz sorsú családot támogatta. Tehát, hogy a kormányzati Fidesz közeli kommunikációt visszafordítja az ellentétére, erre a Momentum sose volt képes, és ráadásul csak úgy jelzem, hogy Magyar Péter berobbanását követő néhány héttel a Google kereső találatán 35 millió találat volt, tehát 35 millió találatot tudott elérni. Tehát ilyen felfokozott hangulatot a Momentum soha nem tudott elérni, még a Nolimpia idején sem. A Nolimpia az alapvetően Budapestre korlátozódott, ha visszaemlékeztünk. Ott gyűjtötte a Momentum az aláírásokat. Magyar Péter pártja viszont, ez jól látszik, vidéken is elég komoly népszerűséget tud elérni. Mondjuk nézzük meg Gyulát, ugye az első vidéki állomást, ott ugye azt láttuk, hogy egy fideszes városról van szó, fideszes a polgármester, az országgyűlési választást is a Fidesz nyerte meg 2022-ben, ehhez képest Magyar Péter gyűlésére kiment 1000 vagy talán 1500 ember, egy ilyen
20 ezer körüli városról beszélünk. Nyilván a környékről is jöttek, de szépen megtöntötték a gyulai vár előtti részt. Tehát én azt látom, hogy ellentétben a Momentummal Magyar Péter pártjának vidéken is bőven vannak szavazói, ahol még talán kevésbé vannak, és ez még hiátus, az a falvak. Tehát én nagyon megnézném azt, hogy mondjuk Magyar Péter egy nagyobb bacska községben tartson gyűlést. Ez még nem jutott az eszébe, de érdemes lenne ezzel is megpróbálkozni, mert az emberek nagyon hálásak tudnak lenni azért, hogyha egy országos politikus nem csak Budapesten kószál, hanem bizony meghallgatja a kisebb településen névőket is. Én ezt látom egyébként Magyar Péter vidéki gyűlésein, hogy az embereknek már azt tetszik, hogy Magyar Péter hajlandó velük egyáltalán szóba állni. Tehát nagyon ügyesen csinálja ezt a részt. De a falvak még, ahol a Fidesz erősebb, azok még érzésem szerint hátra vannak. Számít-e arra, hogy akár már június 9-én még nagyobb ellentét lesz a falvak meg a városok között támogatást illetően, hiszen azért a 2019-es önkormányzati választás idején is már lehetett ezt látni, hogy a nagyvárosokban az ellenzék, a vidéken meg a Fidesz. Hát valamiféle ellentétre számítok, de tekintettel arra, hogy Magyar Péterről most már szinte minden egyes választópolgár jut, minden egyes választópolgár hallott rólam, ezért nagyon is elképzelhetőnek tartom, hogy ő tud híveket szerezni azért a falvakban is, tehát lehetséges, hogy az ellentét a politikai preferencia szempontjából nem lesz annyira kiélezett falvak és városok között, mint volt 2022-ben, ugye a községekben 65% körüli szavazatarány tudott a Fidesz-KDNP listája 2022-ben megszerezni. Most ebből a szempontból is valóban érdekfeszítő lesz a falvak magatartását nézni, amelyek legjobban a megyei közgyűlési választás mutat meg, hiszen a megyei közgyűlésekre a megyei jogú városok kivételével szavazhatnak a választópolgárok, tehát azok a választópolgárok szavazhatnak megyei közgyűlési listára, akik nem a megyei jogú városban élnek, tehát és kisvárosokban vagy falvakban élők tudnak rá szavazni, tehát a megyei közgyűlési választások elég megbízható képet adnak arról, hogy a Fidesz vidéken valójában hogy áll. Érdekes volt, fontosnak tartom Magyar Péternek azon bejelentését, Pécset is megerősítette, hogy a Tisza párt indulni kíván a megyei közgyűlési választásokon. Nagyon izgalmas lesz, hogy ott hány százalékot tud elérni, hogy mennyire tudja beváltani azt a nagy reményt, ami szemmel láthatóan nagyon árad fejléje, és hát azért azt is vegyük figyelembe, hogy természetesen bárki hibázhat. Tehát kérdés az, hogy Magyar Péter elkövette egy súlyos kommunikációs hibát, vagy nem. Ugye a Fidesz közeli média újságírói, akik ugye időről időre követik mikrofonnal és kamerával, megpróbálják kibillenteni Magyar Pétert a nyugalmából, ahogy a mikrofont az orrá alá teszik és követik árnyékként. És Magyar Péter nem mindig tud kellő hingadsággal reagálni. Volt már olyan, hogy felemelte a hangját, hogy hagyjon békén, hagyjon békén. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt még azért tanulnia kell Magyar Péternek, hogy ne veszítse el a fejét. Ott volt ugye a nagy tüntetés a Kossuth téren, hogy abból is készült ilyen összeállítás, hogy időnként ideges volt, hogy ki volt ez a hülye, aki ide vezetett be minket, stb. De minthogyha ez az ő karakterének a része lenne, és minthogyha még ezek a kommunikációs bakik is leperegnének róla, egyelőre ezt látjuk. Tehát, hogy az emberek, és lehet, hogy én ezen gondolkodtam, hogy nem is Magyar Péter mellett állnak ki az emberek ilyen helyzetekben, hanem Orbán Viktor ellen, és azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit csinál, csak váltsa le Orbán Viktort. Sok embernél valóban ez a szempont. És akkor ide azért... csak még egy gondolat ehhez, hogy ugye nagyon sokan mondták azt elemzők, egykori politikusok, hogy az O1G üzenet nem elég, és láthatóan, mintha mégiscsak elég lenne, hogyha van karakteres kihívó. Várjuk meg a június 9-i választásunknak az eredményét.
De abban önnek igaza van, hogy sokaknál van olyan hangulat, radikálisabb ellenzéki szavazóknál, akik szinte bármi áron, de kormányváltást akarnak. Csak hogy éppen a 2022-es választás bizonyítottam be, hogy ez 1,9 millió választópolgárt jelent, velük akkor nem lehetett leváltani Orbán Viktor. Most viszont még nem Orbán Viktor leváltásáról szólnak a választások, tehát ez egy európai parlamenti és önkormányzati választás egyszerre, tehát itt még nem a kormányváltásról fogunk szavazni. Az kétségtelen, hogy sok embernél a kommunikációs bakik kevésbé számítanak, ők elfogadják Magyar Pétert ilyennek. Ez egyébként nagyon fontos, tehát hogy a választópolgár mennyire tud azonosulni azzal a karakterrel, amelyet kínál Magyar Péter, és egyelőre el tudják fogadni, de én azt azért látom a kormány sajtónak azon törekvését, hogy megpróbálják kibillenteni Magyar Péter minél jobban a nyugalmából, és hogy tudjanak minél inkább egy ellenszenves embert, egy asszonyverő, stb. Embert ábrázolni a maguk közvéleménye felé. Ez abból a szempontból fontos a Fidesz számára, hogy elriassza a saját választóit attól, hogy Magyar Péterre szavazzanak, hiszen emberileg egy nagyon furcsa és egy megbízhatatlan, illetve nagyon negatív figurát igyekezzek ábrázolni belőle. Meglátjuk, ez is nagy kérdés lesz, hogy a Fidesz szavazókra hogy hat. A Fidesz abban reménykedik, hogy mint közélemény a népszerűség csökkenés ellenére is azért meg tud állni a csökkenés 45% körül. Meglátjuk. Azért még egyszer mondom, hogy annyira turbulens, viharos a mai politikai élet, hogy tényleg érdemes a közéleménykutatások mindegyikét némi óvatossággal kezelni, egész egyszerűen azért, mert ugye Magyarországon úgy van, hogy nem nagyon szoktak nyilvános instant közéleménykutatások születni, tehát hogy mondjuk aznap végezzek kutatást, és már este vagy másnap megkapjuk annak az eredményét. Nyilvános ilyen kutatásokról én legalábbis nem nagyon szoktam hallani, tehát azért ez is némi óvatosságra kell, hogy intse a politikai elemzőt. Akkor ide hadd meséljek el egy történetet, hogy az Ultrahangon csináltunk egy szavazást arról, hogy ha Magyar Péter pártot alapítana, szavazna rá, ezt a kérdést tettük fel, és akkor kijött az, hogy egyébként Magyar Péterre 18%-nyi ember szavazna, jött nagyjából 4000 szavazat. Aztán azt is megkérdeztük, hogy ha ma lennének a választások, melyik pártra szavazna, és itt is kijött Magyar Péter esetében egy 16-17%. És egyszer csak láttam, hogy beosztották abba a csoportba, a Talpra Magyarok közösségbe ezeket a szavazásokat, tehát, hogy a Magyar Péteréknek a csoportjába, és most például nézem, hogy 10 000 szavazatnál tart, és 43%-on áll a Tisza párt, és 29%-on a Fidesz, tehát, hogy jócskán megelőzte, de nyilván itt volt egy mozgósítás, és bennem ez a kérdés merült fel, hogy annak idején ugye Csurka Istvánnál is láttuk, hogy kivitt akár 200 000 embert a Kossuth térre, de nagyjából annyian is szavaztak a Miépnek a listájára, hogy lehetséges-e az, hogy Magyar Péterék is profilláthatóvá teszik magukat. Nyilván arra rá is csatlakoznak sokan, hiszen azért vidéken nagyon nehéz lenne mesterségesen embereket mozgósítani választási nagygyűlésre, főleg egy újonnan lévő pártnál, de mégiscsak az van, hogy a valóságnál jóval hangosabbak most, erősebb az identitásuk, és jobban artikulálják a Magyar Péter szimpatizások, hogy ők a Magyar Péter szimpatizások. Valóban, tehát attól még, hogy a tüntetéseken vagy nagygyűléseken sikerül érdemi létszámon produkálni a Magyar Péternek, az még nem jelenti azt feltétlenül, hogy ő lesz az első párt az ellenzéki pártoknak a versenyében június 9-én este. Ugyanakkor, ha már Csurkát elindíti, közel nem volt iránta ekkora általános lelkesedés. Nem is volt internet. Ezt akartam hozzátenni, de internet nélkül is nyugodtan tudom mondani. Nekem az a szerencsém, hogy szerencsétlenségem,
hogy már 49 éves vagyok, tehát amikor Csurka István politizáltam az 1990-es években, én már vadul figyeltem a politikai eseményeket, tehát van személyes emlékem róla, és azért nem tudott így berobbanni a nyilvánosságban annak idején. Vidéken nem tudott tartani ilyen gyűléseket. Tehát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy én úgy érzem, hogy Magyar Péter nagyon más, mint az eddigi politikai szereplők ebből a szempontból, de valóban azért ahhoz, hogy Magyar Péter tényleg jó eredményt érjen el június 9-én, még továbbra is sok-sok munkára van szükség, mert amiről eddig beszéltünk, az a látvány, az a csillogás. De azért, amikor eljön az a nap, amikor x-elni kellene Magyar Péter pártjára, hát az azért megint más kérdés, és azért én nekem korábban olyan benyomásom volt, hogy Magyar Péter még nem eléggé tudta magát elfogadtatni a baloldali liberális szavazók körében. Tehát minthogyha most egy picit nyitott volna feléjük, de még nyilvánvalóan még további lépések kellenek ahhoz, tehát én azt gondolom, hogy a baloldali liberális szavazóknak legalább egy érdemi részének a megnyerése kell ahhoz, szükséges ahhoz, hogy Magyar Péter valóban az első helyezettje legyen az ellenzéki versenyben június 9-i választáson, hogyha ezt nem teszi meg, hogyha nem tud kellő számban baloldali liberális szavazókat megnyerni, akkor viszont nem biztos, hogy ő lesz az első, és akkor elmondhatjuk, hogy nagyobb a füst, mint a láng, tehát ez a veszély természetesen fenyegeti Magyar Pétert. Illetve nem lehet, hogy ő maga kormányozta bele egy elég nehéz helyzetbe ebből a szempontból magát, hiszen hogyha nem első lenne az ellenzéki térfélen, csak második, harmadik, hát a semmiből az is óriási eredmény lenne. Így viszont mindenki már azt fogja várni, hogy jobb eredményt érjen el, mint a DK. Nem hiszem, hogy harmadik helyezett tud lenni Magyar Péter az ellenzéki mezőnyben, tehát én majdnem biztos vagyok, hogy a legrosszabb esetben is a második helyezést el tudja élni. Tehát ez alatt azt kell érteni, hogy a DK Párbeszéd MSZP lista mondjuk az első helyezést ér el az ellenzéken belül, Magyar Péter meg a másodikat. Az is egy jelentős eredmény lenne egyébként, hiszen a semmiből indította el ezt a pártot. Abból a szempontból viszont némi keserű íz kerülne a szájba, hogy hát ez nem lenne igazi áttörés. Tehát az igazi áttörés az lenne Magyar Péter számára, hogyha első helyezést érne el, és hát van ilyen ambíciója, hiszen lobogtatja azokat a közvéleménykutatási eredményeken, amelyek szerint állítólag a pártja már 24% körül van, mert hogyha ez igaz, hogyha ez megfelel a valóságnak, akkor ez azt jelenti, hogy Magyar Péter pártja már most vezeti az ellenzéket. Tehát ekkora támogatása nincsen a demokratikus koalíciónak. Ez lenne az igazi siker Magyar Péter számára, ez lenne az igazi győzelem, ezt kellene elérni. Azt azért látni, hát ebből a szempontból is nagyon izgalmas lesz az EP választás, hogy akinél a legnagyobb volt a látvány, a csillogás, tehát a tüntetések, a gyűlések, a közösségi médiás jelenlét, tényleg az tud-e győzni, vagy valójában létezik egy hallgatag, de annál aktívabb, csendesebb többség, vagy szavazó réteg, amelyik lehet, hogy nem megy ki nagy számban az utcákra, de leszavaz a DK-MSZP Párbeszéd listára. Hát létezik-e interneten kívüli világ? Mert mi van, hogyha ez tényleg egy olyan zárt buborék az internet világa, hogy ott van pár millió ember, de nem a teljes választókorú népesség, és valójában kiderül, hogy itt ezek az 50 000-es lájkok, ezek a szavazatok szempontjából meg semmit nem jelentenek. Mondom, erre cáfol az rá, hogy a rendezvényeken is sokan vannak. Nekem igen, tehát azért, hogyha előveszem a saját politikával kapcsolatos megfigyeléseimet, meg tapasztalataimat, azért, hogyha egy párt ilyen sikeres a kampányban,
azt azért, az azért meg szokott jelenni a szavazófülkék magányában is. Egész egyszerűen, erről még nem beszéltünk, van egy utánfutó hatás, vagy lehet egy utánfutó hatás, ami azt jelenti, hogy azok a szavazók, akik mondjuk eddig még nem álltak, nem szálltak fel Magyar Péter vonatjára, de hogy látják a sikereket, a sok embert, a sok választót, elkezdenek gondolkodni azon, hogy csatlakozzunk a győzteshez. Szálljunk fel mi is Magyar Péter vonatára, hiszen olyan sokan kedvelik őt. Tehát azért lehet egy ilyen hatás is, és az, hogy sok ember megjelenik Magyar Péter gyűlésein, ennek van azért egy vizuális ereje, tehát hogy azok a választók, akik azért nem annyira Dobrev vagy Gyurcsány rajongók, ismerbe vághatja őket, hogy hát lehet, hogy megvan Orbán Viktor igazi kihívója, aki tényleg esetleg leválthatja Orbán Viktort, és ez már most kérdés. Mert hogyha egyre többen elhiszik azt Magyar Péternek, hogy ő az, aki leginkább le tudja váltani Orbán Viktort, akkor már június 9-én tömbbe, hosszú tömött sorban fognak leszavazni. Ami pedig az internetes buborékot illeti, amit ön felveten, ez valóban nagyon fontos kérdés, ugyanakkor Magyarországon az a sajátos helyzet van, hogy Facebookot használ 6 vagy 7 millió ember, és a Magyar Péternek arra éppen keddeste volt arra érkezése, hogy a TikTokon egy fórumot tarts. Hát Magyar Péter is érzi, hogy nem ragadhat pusztán a Facebook világában, nem ragadhat, hanem máshova is el kell jutnia, és én azt gondolom, hogy a személyes részvétel, az, hogy ő hajlandó válaszolni választópolgárok kérdéseire, az sokat jelent. Nézze csak meg, hogy a Demokratikus Koalíció listavezetője hol tart gyűléseket. Hát szinte kizárólag nagyvárosokban, amelyekben eddig a Demokratikus Koalíció támogatottsága eleve Magyar Péter megjelenése előtt nagyobb volt. Tehát tulajdonképpen Dobrev Klára semmi más nem csinál, mint hogy azokhoz beszél, akik korábban is a hívei voltak. Magyar Péter viszont lehajol a kisvárosokhoz is, tehát ő elmegy akár 10-15 ezres településekre is, és nem derogál neki kisebb településeken vagy kisebb városokban fellépni és beszélni az emberekkel. Ezt nem látom Dobrev Klára részéről. Tehát ők belekényelmesedtek abba, hogy hát elég a főváros meg a nagyvárosokra elmenni, ott a szokványos gyűléseket tartani, és kézkalat kapárt, meg ugye a Facebook kampány. Magyar Péter nem így gondolkodik. Ő bizony nagyon sok olyan helyre elmegy, ahova a politikus, legalábbis komoly ellenzéki politikus besetette valószínűleg a lábát. Ez is az sugallja nekem egyébként, hogy Magyar Péter megelőzheti a Demokratikus Koalíciót. De persze eljön az igazság pillanata, meglátjuk június 9-én. És akkor az utolsó kérdésem, mi a helyzet a Fidesz-szel? Mert láthatóan a Fidesz továbbra is, mintha a Fidesz logóval kampányolna kifejezetten. Csak a béke, csak a Fidesz. Nézegetem itt a Budapesten is a választási kampányokat, Terézváros nem lehet ellenzékben, tehát még hangsúlyozzák is a Fideszt. Ugye Szent Királyi Alexandrának a feltűnése is, minthogyha ezt mutatná, ugye az EP választási kampányitón Orbán Viktor egy választási manifestumot adott közzé, amiben a klasszikus legyen béke, ne legyen háború, és ezek a kérdések kerültek elő, soros hálózat, stb. Stb. Lehet ez jó taktika, hogy most kifejezetten arra a Fidesz kemény magra mennek, akikről azért lehet tudni, hogy ha esik, ha fúj, rászavaznak a Fideszre? Én alapvetően ötlettelenséget érzek a Fidesz kampányában. Akkor ez ötlettelenség vagy taktika? Mert én ezt nem tudom eldönteni. Nem. Szerintem mind a kettő lehet. Tehát valóban most arra megy, hogy arra megy ez a kampány. A Magyar Péter elleni lejárató hadjárat azt szolgálja, hogy a Fidesz magszavazóit megmentsék úgymond Magyar Pétertől, tehát nehogy elcsábuljanak egy ilyen embernek. Másrészt pedig a háború emlegetése hát arra szolgál, hogy elővegyék a 2022-ben már bevált receptet, amikor a Fidesz
nagyon erősen tudott növekedni az orosz-ukrán háború következtében, illetve annak a remekbe szabott kommunikációjával, és ez kellett még Márki-Zay Péternek a elképesztően rosszul sikerült egy pár mondata a háborúval kapcsolatban, amit fel tudtak ellene használni. Tehát igen, a Fidesz, tehát van abban némi logika vagy észszerűség, hogy a Fidesz visszanyúl a háborús retorikára, csak látok egy olyan problémát, hogy az orosz-ukrán háború már nem érdekli közel sem annyira az embereket, mint két éve. Befagytak a frontok, egyelőre drámai nagy fejlemény fordulat nem tud bekövetkezni. A Fideszt ugyanakkor azt kell, hogy mondjam önnek, hogy mégsem nézném le ezt teljesen, mert amennyiben megfordul még június 9-ig mondjuk az orosz-ukrán háború állása, tehát hogy az oroszok megsemmisítő csapást tudnak mérni az ukránokra a Donbasszi fronton, és sok tízezer ukrán katona adja meg magát, és 100 kilométereket nyomul előre az orosz hadsereg Kijev felé, tehát közelebb kerül az orosz hadsereg jóval a magyar-ukrán határhoz, mint valaha, akkor ebben az esetben feléledhet az érdeklődés a háború irán, valamint, hogyha például Izrael és Irán között mégis katonai konfliktus háború tör neki, egy igazi háború, akkor az is a háború felé fordíthatja még a magyarországi közvélemény figyelmét is. Ez szolgálná Orbán Viktor, illetve a Fidesz érdekén, mert akkor Magyar Péter már kevésbé lenne érdekes, hanem az lenne az érdekes, hogy egyrészt háború van, másrészt pedig, hogy a kormány tud-e akkor ezzel kapcsolatban valamit mondani, és hogyha kitörne a háború mondjuk a Közel-Keleten Irán és Izrael között, akkor a Fidesz tudná azt mondani, hogy nem véletlenül beszél a harmadik világháború fenyegető közelségéről, mert lám újabb hadviselő felek léptek be. Tehát a háború kitörése, azt kell, hogy mondjam, jót tenne a Fidesz választási esélyeinek. Bár nem tudom, hogy ezt mennyire szeretnék akár az átlag választók, akár még a fideszesek is, hogy legyen háború. Ide egy gondolat, ugye én elsősorban azért mégiscsak külpolitikával foglalkozom, hogy azt láttam, hogy amikor az iráni drón támadás volt, akkor ott abban a két napban talán egy kicsit élénkebb volt a figyelem. Azt látom, hogy a közel-keleti háború közel sem érdekli annyira a magyar embereket, mint az ukrán háború. Tehát még mindig az van, hogy még a ukrajnai háború jelen pillanatában is sokkal több ember kattint azokra a témákra, mintha Izraelben tényleg durva dolog történik. Egyszerűen messzebb van, és szerintem nem is értik annyira, és nem is akarják érteni annyira, mint az orosz-ukrán háborút az emberek. Viszont ha tényleg egy globális konfliktus lesz, és ott, ahogy az orosz-ukrán háborúnál azért naponta történtek események, és napirenden lehetett tartani a témát, ugye nagy kérdés, hogy ez még lesz-e, és hogy lehet-e két és fél év után ilyen háborús hőfokon égni? Hát, hogyha a szomszédunkban zajló háborúban egy nagy fordulat lépne be, tehát, hogy nem befagynának a frontok, hanem dinamikusan mennének, és mondjuk Magyarország közelébe jutnának az orosz csapatok, az azért egy nagy fordulat lenne, és volna akkor a fordulat, hogy a magyarországi közvélemény figyelme az orosz-ukrán háborún logna, és akkor ez segítene a kormánynak. Természetesen mielőtt félreértés lenne, én egyáltalán nem kívánom, hogy egy újabb háború törjön ki a Közel-Keleten, de választási szempontból a Fideszek jól jönne egy ilyen háború, hiszen a Fidesz mostani kampánya arról szól, hogy egyre veszélyesebb a nemzetközi környezet, és hogyha kitörne mondjuk egy iraki-iráni háború, vagy mondjuk tovább durvulna a szomszédunkban zajló háború, akkor az alátámasztá, lássuk be, az alátámasztaná a Fidesz kommunikációját, segítene neki, és akkor lehetőséget adna a Fidesznek, hogy visszavegye a Magyar Pétertől a kezdeményezést. Persze ugye nagy kérdés, hogy Magyar Péter erre hogy reagálna, nem tudjuk, tehát ezek hipotetikus dolgok nyilván a részemről, de abban biztos vagyok, legalábbis a 22-es tapasztalat ezt mondatja velem, hogy azért a
egy háborús helyzet a szomszédban, amelyik ráadásul elég váratlanul érte a magyar közvélemény, az terelheti a kormányerők felé a szavazópolgárokat, amikor mondjuk küszöbön áll a nagy baj. Meglátjuk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha viszont ezek a nagy fordulatok nem következnek be, akkor ez a háborús retorika, amit a Fidesz szemmel láthatóan használni kíván, nem biztos, hogy annyira jól bejön. Tehát én nem érzek benne amúgy olyan nagy ötletet, legalábbis egyelőre. Ráadásul, ami még a Fidesz pehje, hogy Magyar Péter egyelőre nem az a szerencsétlenkedő kétbalkezes ellenzéki politikusnak tűnik, mint amilyet a Fidesz sokszor megszokhatott az elmúlt 14 évben. Ez az ember jól tud beszélni, jól tud kommunikálni, ha jó formában van, egész ügyes szónoklatokat tud tartani, kerek egész mondatai vannak, jól átélhető, van karizmája, és az is kiderül számomra a vidéki járásaiban, hogy nem csak annyit tud, amennyi a papírjára le van írva, hanem spontán nézői kérdésekre tud adatokat sorolni fejből. Tehát nem egy buta emberről beszélünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz úgy olybá tűnik egyelőre, hogy emberére akadt, amiben a Fidesz reménykedhet, hogy Magyar Péter egy nagyon súlyos kommunikációs hibát vét esetleg, és azt megpróbálják felhasználni ellenére. Ezért próbálja a Fidesz kommunikáció minél inkább kibillenteni Magyar Pétert az egyensúlyából, hogy minél vadabb dolgokat mondjon majd. Nagy Attila Tibor, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen, király úr.